hányt és nem tudott megállni a lábán, a teste pedig tele volt sebekkel annak a fiatal lánynak, aki a hétvégén szórakozni indult Siófokon, de valamilyen drogot dobtak az italába. A lánya a vele történt szörnyű esetről a közösségi oldalán számolt be. A parti drogok veszélyeiről Szeles Géza igazságügyi orvos szakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van. Azon nyomok vagy jelek alapján, amiket itt elmondtunk, hogy hányt nem tudott megállni a lábán, a teste kisebesedett, megállapítható, hogy mi kerülhetett az italába, vagy ez nagyon általános? Ez nagyon általános. Ugye a leggyakoribb parti drog, amivel ugye randi drognak is hívják, ilyen cselekményt követnek el, az a Gina nevű kábítószer, ami valóban egy öntudatlan állapotot tud előidézni, és hogy mi történik az alatt, az idő alatt, erre nem emlékszik általában, akivel ez történik. De lehetett ez más is. Tehát sajnos olyan skálája van, több száz ezeknek az úgynevezett designer drogoknak, vagy party drogoknak, hogy ebből nagyon nehéz megmondani. Az emlékezetkiesés az egyébként általános hatás ezeknél a parti drogoknál? Nagyon soknál igen. Ez mindig attól függ, hogy mennyit használnak belőle, vagy mennyit kapott valaki belőle. És mik vannak még? Miből ismerhető fel, hogyha mondjuk nem ennyire erős a hatása, hogy valaki beledobott valamit az italunkba? Általában azt szokták észlelni, hogyha valóban így történik, azért azt tegyük hozzá, hogy az esetek egy jelentős részében ez csak egyfajta hivatkozás. De valóban van ez a jelenség. Ugye minden fiatal ismeri már azt, hogy elmegy szórakozni, iszik egy pezsgőt, iszik egy valamilyen italt, az milyen hatással van rá, és általában azt szokták észrevenni, hogy intenzívebb a hatás, vagy rosszul vannak tőle, vagy egész egyszerűen például a Ginától, hogy tudja, hogy mi történik, de nem tud ellenállni, nem tud cselekedni, elég gyakori az eszméletvesztés. Gyakorlatilag ezek lehetnek azok a jelek, de általában ekkor már késő. Mit okoz ez a szervezetben hosszú távon az eset után? Ez egy nagyon jó kérdés. Mert hogy annyira újak a dolgok, hogy még önök sem próbálták, vagy sem nem tudhatják önök sem. Így van, nem nagyon tudjuk. Azt már tudjuk, hogy például a biofűnek nevezett anyagból, aminek ugye semmi köze a kanabiszhoz, egy 18-20 fajta van most Magyarországon forgalomba, így mondva, és tudjuk, hogy a hosszú távú hatásai nagyon rosszak, nagyon komoly neurológiai megbetegedéseket okoznak. Általában azt lehet mondani, hogy ezek a designer drogok, ezek kemikáliák, ugye felnitisztító, virágtápsó, egyéb olyan anyagok, amit egész másra fejlesztettek ki, és valaki kitalálta, hogy ezt lehet erre-arra-amarra használni. Vagy van köztük gyógyszer, például lónyugtató, amit ugye nagy dózisba használnak. Nem tudjuk igazán, ezek nem gyógyszerek, nem lettek emberkísérletek végezve. Ugye a régi klasszikus kábítószereknél tudtuk, hiszen azok általában gyógyszermolekulák voltak, és valami miatt kivonták a forgalomból, és így kerültek át mondjuk kábítószeré. Itt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy az akut hatásai borzalmasak. Egyébként tényleg nem lehet érezni, hogyha ilyen kerül az italunkba? Általában nem. Például a Gina esetében egyáltalán nem. Ez egy szintelen szaktalan folyadék. 2-3 millilitert, ha beletesznek valakinek az italába, akkor az nagyon komoly pszichotróp hatást vált ki. És 2-3 cseppről van szó ilyenkor? Nem, 2-3 milliliter. Tehát egy nem túl nagy mennyiség végül is. Tehát nem látszik meg igazából egy italon, hogy abban van valamennyi ebből az anyagból. Magunkon érezhetjük? Tehát, hogyha mondjuk belekerül egy ilyen az italunkba, és ennek vannak apróbb jelei az elején, gondolom, és akkor még talán haza tudunk jutni valahogy, vagy? Én azt gondolom, hogy itt van a barátok felelőssége. Tehát ha valakivel valóban ez történik, beledobnak valamit, akár egyébként hát régebben nagy divat volt, ez ilyen nyugtatót, egyebeket dobtak, főleg lányok italába. Tehát nem egy új jelenség ez. És bármilyet érez, akkor a barátok felelőssége az, hogy ne hagyják egyedül. Egyedül nem fog tudni hazajutni, nem fogja tudni magát menteni, és akkor valóban ez lesz, hogy valahol fölébred, és nem tudja, hogy mi történt vele, megsérült, megerőszakolták, számtalan dolog. De én azt gondolom, hogy egyrésztről nagyon fontos, hogy tényleg ne hagyja senki egyedül az italát egy pillanatra se, és ha egyedül hagyta, akkor inkább vegyen egy újat. A másik pedig a társaság, akivel megy szórakozni, hogy figyeljenek egymásra. Mik azok a fizikai jelek, amikre oda tudnak figyelni, miből látható, hogy drogot fogyasztott, vagy drog került az italába? Igazából fizikai jel nagyon kevés van. Ez a
a szokásosnál, de általában fiatalok ismerik egymást, tudják, hogy mondjuk megivott két pezsgőt, nem szokott ennyire hülyeségeket beszélni, nem érzi magát rosszul, nem megy kihányni, tehát olyan dolgok, amik feltűnhetnek, hogy ez nem egy szokásos, vagy mondja, hogy rosszul vagyok, leülök egy kicsit, majd megyek, akkor ezt ne hagyják rá, hanem igenis maradjanak ott vele. Ez a tudatkiesés végleges? Tehát soha nem tér vissza ez az emlék? Később általában sem? Igen. Általában igen, ez törlődik teljesen. Ez nagyon ijesztő egyébként. Igen. És hogyha mondjuk ez megtörténik, és utána, még ha aznap este nem is érzi, de hazamegy, lepihen, és utána napokig rosszul van, önmagát tudja valahogy kezelni, hogyha nem annyira súlyos ez a mérgezés kvázi, ezt mondhatjuk mérgezésnek, nem? Ez definitív mérgezés, így ahogy mondja, ez definitív mérgezés, ez olyan, mintha kimenne mondjuk a garázsba, és akkor egy kanál műtrágyát megenne. Mint hogy említett, hogy kemikáliákról van szó, konkrétan igen. Nem gyógyszer származékokról. Ezek konkrétan vegyszerek, amit egyébként egész másra használtak, ennek a zöme. Ilyen anyag. Ugye a Gina az a tipikus, ahol nem magát az alapmolekulát, hanem annak a megelőző molekuláját is lehet használni ilyenre, és az egy felné tisztítóként forgalomban van, egy ipari lemosóanyag, csak a szervezet Ginát csinál belőle. Tehát gyakorlatilag ezek definitív mérgezések. Azt gondolom, hogy egy enyhébb esetben általában egyszer valakivel megtörténik, abban nem lesz nagyobb baj, de azért célszerű orvoshoz fordulni. Különösképpen azért, mert kiszámíthatatlanok a későbbi hatásai is. Elképesztő egyébként, hogy itt tényleg műtrágyáról beszél, meg lónyugtatókról, meg olyan dolgokról, amelyek tényleg hihetetlen, hogy az ember szervezetébe be tudnak. És mondja, folyamatosan futni fog a tudomány a boszorkánykonyhák után, nem lesz egy pillanat, amikor utoléri és meg tud fordulni ez a helyzet. Ugye mindig arról panaszkodnak itt, akik mint ön szakértőként itt vannak, hogy egyszerűen követhetetlen, hogy éppen milyen vegyületből mi áll össze, és azt ugye csak utólag tudják önök analizálni. Így van, és utólag kerül a listára, és addig legálisan lehet árusítani az interneten, és kilószámra, vagy akár tonnaszámra érkezik be különböző futárszolgálatokkal, postacsomagként, és nem lehet vele mit tenni. Bár most már azért viszonylag gyorsan listára kerülnek. Én azt gondolom, hogy nem, ez egy hatalmas üzlet, hatalmas pénz van benne, és ugye hát a fejlesztésbe ezért aztán, ennek tipikus példája a biofű, ami elkezdődött egy molekulával, 18-20-nál tartunk, egy-két milligrammos mennyiségkel belőle, soha nem fogjuk utolérni. Ez nagyon szomorú, nagyon óvatosan a szórakozó helyeken. Köszönjük szépen.